Az Egert átszelő kerékpárút tervezésénél, az új részeknél arra törekedtek, hogy lehetőleg szép környezetben jelöljék ki az útszakaszokat. Erre az Eger patak és a Tárkányi patak, mint zöld folyosó bizonyult a legjobb megoldásnak. Eger északi és középső részén a patakok mellett épül ki a város kerékpáros főútvonala. A munkába fogott szakaszok 50–55%-os készültségben vannak. A Mátyás király út, ami a legbonyolultabb része az egész projektnek, egészen a K2-es Szalóki beközlekedő útig, azt a jövő héten kezdik el. Abban reménykedünk, hogy nyár végére a Mátyás király út kivételével valamennyi szakaszt el tudunk készíteni. A legintenzívebb munka jelenleg a felnémeti részen folyik. Ezt mi is leellenőriztük, még hozzá kerékpárral. A Felsőtárkány felől érkező kerékpárút folytatásaként a vízműtelephely mellett egészen a Tárkányi patakig lesz kijelölt kerékpárút, onnan viszont a patak jobb partján haladunk majd a vasúti sínekig. Itt épül az első híd, aminek a vasbeton pillérei már a helyükön vannak. A túloldalon a síneknél át kell tolni a kerékpárokat, és itt ki is érünk az Egri útra. Ezen a ponton kijelölt gyalogátkelőhely létesül, az út pedig a kertek alatt, de már a Tárkányi patak bal partján halad a torkolatig, az Eger patakig. Amikor a biciklivel jövünk, akkor nem itt fogunk jönni természetesen, de azért csak jó, meg érdekes megmutatni, hogy most benn vagyunk a Tárkányi patakban. Ez a Tárkányi pataknak az ága. Amiben belefolyik, az pedig az Eger patak, és itt alakul ki egy nagy híd, ez lesz a nagy híd. Ez lesz a nagy híd. Ez 14 méteres fesztávú híd, ahogy mondtam, szerkezete ugyanaz, mint a másiké. Itt már látszódik a meder burkolás is. Ez egy nagyon szép csatlakozás. Gondolom az egriek vagy a távolabban lakók sem nagyon ismerték ezt a csomópontot. A túloldalon már a geotextíliát is letették. Ez az út a régi kisvasút nyomvonalához csatlakozik, ami nyílegyenesen követi a még álló nyárfasort, és a körforgalomnál csatlakozik a már meglévő kerékpárútba. A 800 millió forintos projekt befejezésének határideje november közepe, de az elkészült szakaszokat folyamatosan adják át majd a kerékpárosoknak. Leghamarabb valószínűleg ez az északi rész készül el.